Azt kevesen tudják rólam egyébként, én gyerekkorom óta állatorvos szeretnék lenni, szóval engem ezek úgy nem ráznak meg, ezek a sebek, meg a vér, meg minden, az ráz meg inkább, hogy ez az én kutyám. Tehát, hogyha valaki más lenne, akkor totál objektívan tudnám nézni, hogy oh, hát ön remekül gyógyul ez a seb. Tehát így mondom, most meg azért úgy vagyok, hogy ah, szegény dia, ő azért mégiscsak az enyém. Azért nem vagyok állatorvos, mert egy, soha nem mentem én egyetemre, kettő, azért nem jutottam be soha, mert nekem semmi közöm a kémiához. De például ennek köszönhetően is, hogy ugye én nem vagyok ilyen parázs, például ilyenek, hogy bűzmirigy kinyomás. Valaki az orvoshoz viszi a kutyát, tehát én ezt nem tudom felfogni minek. Hát ott a kezed kinyomod és kész. Tehát, hogy például nekem ezek olyan gyerekkorom volt tanult természetes dolgok, meg kutyakörömvágás. Ismerek olyan embert, aki nem tudja levágni a kutyája körmét, nem csak azért, mert fél tőle, mert harap a kutya. Édes Istenem, hát le kell fogni, tehát meg kell fogni ez. Így mondom, hogyha valakit érdekli kutya, hogy lehet veled szarakodni, fog. Mert úgy van vele, hogy akkor miért nem menekülne el. Amúgy azon gondolkodtam, hogy ezt még elmondom, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez az otthoni kutyus ápolás amúgy tök könnyű dolog, meg hogy hát ez nem nagy dolog, hát csak hogy betakarod, azt nézed, meg ilyenek, de amúgy nem. Tehát ez nem úgy működik, hogy ott vagyok, lefekszek, tök jó minden, közelít egy húrka. Csokkolom, mi kéne? Kell valami? Gyere, mondjad. Mondjad, kolbász. Mondjad. Kell. Mondjad. Egyáltalán nem egyszerű az otthoni kutya gondozás amúgy, mármint az ilyen. Sokan ezt úgy képzelik el, hogy abból áll az otthon ilyen kutyápolás, ugye, hogy hát ott fekszik és őrzött, hogy ne sétálgasson, hogy pont ne nyalja meg a sebét, ez csak pár apróság. Tehát konkrétan, főleg ilyen kicsi kutyánál, főleg is, hogy az egész szőre összetapadt a vértől, és hát most nem fogom lemosogatni, mert akkor sebébe kerül valami. Szóval konkrétan ez úgy néz ki, hogy fölkelek reggel, a szart éjjel ötször, de mindegy, tegyük fölkelek reggel, így indul egy nap, megnézem a kutyát, ellenőrzöm, éle még működik-e, még nem elcsesztette a sebét, mi történt, oké, megfordítom a másik oldalára, mert nyilván egész kényelmetlen volt az egyik oldala, tehát nem tud mozogni. Jó, akkor utána fogom magam, leviszem, hogy a pisikélni őt, őt ugye kézbe kell vinni, mert hogyha nem tud menni, és nem is lépcsőzhet, oké, leteszem pisikélni, többi kutyát el kell zavarni, hogy ugráljanak rajta, vagy csesztessék, ugye, mert hát ők azt nem dolgozzák fel, hogy ő nem tud védekezni, valamint hogy ugye arrébb menni. De és akkor ezek után ugye visszahozom, leteszem az ágyba, ugye szintén olyan oldalra fektetem direkt, ahol a előző éjjel nem azon az oldalra feküdt, hogy kényelmes legyen, oké, akkor megnézem szobában, milyen a hőmérséklet, kint helyt tudok visszanyitani, ha túl meleg van, kinyitom az ablakot, hagyom akkor egy 10 percet szellőzni, ugye a kutyát sebet minden, aztán ugye egy helybe fekszik és nem tud mozogni, és eléggé szarul van, nem tudja szabályozni a saját testhőmérsékletét, ezért ugye akkor olyan, hogy betakarom rendesen pokróccal, vagy csak törölközővel, hogy ne nyalja a hasát, vagy csak pokróccal. Aztán jön ugye az, hogy nyilván, hogyha már túl hideg van, becsukjuk az ablakot, akkor kicsit kitakarom, hogy szellőzzön a kutya, de akkor megint vigyázni kell, hogy nehogy a sebét megnyalja, tehát addig fekszik egy kicsit mellette. Oké, megint visszatakarhatom, vagy valamikor legalább törölközővel. Aztán csinálom egy kicsit a dolgomat, megint ránézek, mi a helyzet, mert mennyi meleg van a szobában, megint kinyitjuk az ablakot egy kicsit, és ez így szórakozok egész nap, tehát hogy friss levegőt is kapjon a kutya, életbe is maradjon. Ne érezze magát szorul, meg forgatni is kell időnként. Tehát, hogy megfogom is, akkor ugye egyszer csak a másik oldalára fordítom ugye a ágyába, vagy éppen megfordítom az ágyat, hogy más legyen a kilátása, meg azt is figyelem, hogy éjjel ugye kifejezetten, hogyha az ablak alatt hagyom, hogy aludjon, akkor egyrészt biztos, hogy betakarom éjjel, mennyit hagyom mindig éjjel az ablakot, másrészt pedig azt szeretném, hogy teljes rálátása legyen a szobára, és biztonságban érezze magát, hogyha hall valamit, vagy látja, hogy éjjel pisilek, mászkálok, ilyenek, tehát ebben legyen probléma. Viszont éjjel, hogyha felrakom az ágyat, azt ott aludjon velem, hajnalban erre a sorsra jutott egyébként, mert ott hagytam második éjjel már a földön, hogy jaj, de jól áll, ha azt reggelre a sebét kezdte nyalogatni, biztos rányalt már egy 3-4-5-öt, mire én arra fölkeltem arra a hangra, szóval aztán beraktam magam mellé, és ugye felém van fordulva. És én meg felé. És tök mindegy, alszok vagy nem, akkor azért nem mellé. Tehát megfigyelés alatt tartom. De azt is figyelem, milyen irányba forgatom, meg ugye napközben is itt 3-4 óránként átfordtam a másik oldalára, vagy levisz. Na meg ő ugye egyébként egy baromi menő kutyus, tehát ő az egyetlen kutyus az egész családban, aki rohadtul harap, de mindenre, kivéve gyerekre. Na az nagyon érdekes, hogy gyerekek azok, hogyha meg is tépik, vagy valami, soha nem harap, de soha, tényleg soha nem harapott. Na most látnátok. Tehát amilyen pozícióba leteszem, ő úgy hal meg körül. Tehát hogy ezt annyira komolyan kell gondolni, hogy egyik nap, talán tegnap felültettem, hogy adjak neki vizet. És arra ott hagytam, mondom, hát csak visszadől, van ennyi agya. Nem, ott ült fél órán át, és utána néztem, hogy jól vagy amúgy, mi a szar van veled. És akkor láttam, hogy ilyen nagyon szomorúan nézett, én nem merek megmozdulni. Szóval őt szó szerint én emelem, én forgatom, én ültetem fel, én fektetem vissza, mert ugye én azt figyelem, hogy neki a combjához így. Szóval a hasán nagyon kevés bőr volt, nagyon vékony volt, és nincs is plusz bőre, tehát ő nem szült soha, és nem is volt kövér, tehát nincs semmi plusz bőr rajta. És úgy tudták összevarni a sebet, hogy a combjának egy kicsit ott azt a húsit úgy hozzávarták a hasához. És ugye azt nem akarom, hogy feszüljön, és ha ül, akkor ugye szétteszi a lábát, így terpeszte kicsit, és akkor feszül. Tehát ezért én forgatom, mozgatom őt, hogy hát ez ne történjen meg. Ő meg ugye gondolom, érzi, hogy feszül és fáj, és nem mer mozogni. Ami egyébként tök jó, mert legalább nem okoz magában kárt. Most itt van az erkély ajtó előtt, és éppen napozik egy kisebb szökés után, azt mondanám, mert amíg én a fürdőben voltam és pakoltam, a kinti kutyák elkezdtek ugatni, és hallottam, hogy valami csattant az ágyról, és nagyon hosszú körömmel csattant, és neki mindig hosszabb a körme, mint a hurkinak, mert neki olyan gyorsan nő, és nagyon erős,
És hát az történt, hogy ő leugrott, én meg ugye szaladtam, és addig ő már ide bevászorgott az erkélyajtó elé, és így le akart feküdni, csak hát nyilván fáj mindene. Szóval fogtam, és már nem tudtam, hogy az alatt a 20 másodperc alatt megnyalhatta-e a hasát, vagy már előtte ott motoszkált-e magának, ugyanígy be volt csavarva törölközővel, csak ugye ő rafinált. Szóval inkább megijött a Betadine Project így a hasra, és akkor most kiraktam ide napozni, mert nyilván azért mászott ide a napra, mert ő ezt szerette volna, én meg direkt nem akartam napra tenni, hogy ne forjon fel, de hát ha ő ezt szeretné, akkor hagy napozzon. Látjátok, erről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy nem könnyű így a kutyát gondozni, meg figyelni. Tehát elmegyek a fürdőbe, hogy pakoljam a sampont, vagy bárhova igazából, és nem figyelek egy percre, és hát így megszökik, ami nem is probléma, mert nem megy messze, csak egyszerűen szétszakadhat a varrat, elcseszheti mindenét, összenyalogathatja, elfertőződhet, másik kutya is oda nyal valami, szóval, hogy így egyfajtaba figyelgetni kell őt. Na és most következik a kék Lukács krém. Ebből vettem egy ilyen szép nagy adagot erre a fülpiszkára, a kutyust azt így behelyeztem. Egyébként én nyugodtan, bátran tényleg helyezgethetitek, csak annyi, hogy a sebb közelében nem menjetek, és ott a bőrt ne feszítsétek meg. Majd szépen elkezdtem pamacsolni ugye a fülpiszkával, de rájöttem, hogy sokkal jobban fog működni a dolog, hogyha így nyomok egy kicsit ebből a fecskendőből, és azt kenem el a fülpiszka segítségével. Azt mondták nekem, ezt a patikában ne nagyon érintkezzen az én bőrömmel, mert ez egy enyhén antibiotikumos krém, és nem lenne jó, hogyha felszívódna. Szóval ezzel a kis applikátorral feltettem, majd ugye elmaszatoltam ugye a fülpiszkával. Egyébként nagyon jól tűrte, mint láttátok, így el is lazult, így becsukta a kis szemét. Tudom, hogy nagyon soknak tűnik így a végén ez a krém, és azt mondták, nagyon vékonyan kell, viszont tudom, hogy le fog kenődni, le fogja nyalni esetleg, szóval kellett ez, higgyétek el. Na, miután ez a kis drága ma reggel pisi után, ahogy letettem, a sebe ellen fordult egyből, pedig van rajta parabola antenna, de ő megoldja, hogy odaérjem. Egy percre, ameddig kimentem egy tájér a konyhába, ezért úgy döntöttem, hogy ilyen szexi csomag formájába hagyom itt, ameddig leadom a samponnal teleöntött laptopomat valami szervízbe, mert félek, hogy rafinálkodni fog, és nem akarom magammal vinni, mert sokkal rosszabb neki így a stressz meg az utazás, szóval ő most itt fog lenni, mielőtt valaki beszarna, hogy megfojtom, tök lazán van a nyakán egyébként, és hát így nincsen becsomagolva, csak egy törölköző, de így úgy próbáltam, hogy aláfordítani, hogy ne érje el a hasát, mert nagyon rafinált, nagyon. Így be van csomagolva a kis cuki. Így. Nos, miután hazajöttem, és azt láttam, hogy ott az ágy közepén szétcseszte az egész masnit, amit rátettem, és a pociáról lenyarogatta a kék Lukácsot, ezért úgy döntöttem, hogy szigorítunk a dolgon, és mivel ez a parabola antenna nem elég nagy, rátűztem ilyen irattárolót, mert azt láttam, hogy nem elég hosszú ugye a fején, és emiatt tudott odaérni a nyelve. Most már szerintem nem ér oda, de még megtartottam ezt a mappát, amit széllyel vágtam, mert ilyen műanyag, és hogyha még mindig kell, akkor még egy réteget ide tűzök, mert ilyen vackot most nem akarok elmenni venni, mert túl sok idő lenne, és már nincs időm rá. Szóval igen, szóval ilyen szigorítások vannak, és így már csak nem fog odaérni a kis genyó. Igaz? Jelentem, szökés történt onnan az ágyikóból. Ehhez szökött oda is nekünk. De aranyos. Na, és készítettem nektek egy ilyen before-after képet ugye a Diora sebéről. Ugye itt látható egy pár nappal a műtét után, itt pedig a mostani állapot, szóval először nagyon vörös volt, most pedig már inkább ilyen vizes, pufi, és hát ugye ott látszik, hogy nagyon úgy tűnt, hogy koszos lenne, nem koszos, hanem ilyen varas, illetve ugye a krém miatt előfordulhat nyilván, hogy valamennyi koszt felvesz, de amúgy nagyon-nagyon szépen gyógyul most már. Hát ennyi volt mára, köszönöm, hogy velem tartottatok, és hogy követitek Diorának így a kis életét és a gyógyulását. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. A következő részben találkozunk. Puszi!